Ezúttal egyébként Tóth Bence próbálkozott, aztán itt van az első Gyirmóti lehetőség, egy szögletet követően Dombok kiöklözi a labdát, de még nem szabadult föl. A kövesdi kapu, Antonov kap egy labdát, felnéz az ukrán, beadja és Bojovic pedig közelről a hálóba passzol. Megvan a montenegrói belső védő második gólja a szezonban. Ugye az Újpest ellen is betalált Bojovic, és hát beveszi a mezőkövest kapuját is. Aztán pedig kifut a padhoz, lepacsizik Urbányi Istvánnal, és összeölelkezik a társakkal. Nehéz helyzetben van a Gyirmót, és ez egy fontos gól a csapatnak.